A mai tudásunk szerint az idősekre, főként a 65-70 évnél idősebb emberekre jelent veszélyt a koronavírus, de azért alattomos a betegség, mert a fiatalok, így a gyerekek is lehetnek vírushordozók, miközben tüneteik nincsenek, vagy alig-alig vannak. Arra kérnek mindenkit az orvosok, hogy legyen óvatos, és az egészségesnek tűnő unokákra se a nagyszülők vigyázzanak. Bárhonnan hazajövök, megmosom. Miután hazaért, a kézmosást követően még kézfertőtlenítőszerrel is átdörzsöli a kezeit Iváncsics Lászlóné. A 72 éves nyugdíjas esztergomi pedagógus azt mondta, gyerekei egyből felajánlották a segítségüket, mikor kiderült, hogy a koronavírus fertőzés az idősekre nézve komoly megbetegedéssel járhat együtt. Mindkét gyerekem esztergomban él a családjával. Mind a ketten egymástól függetlenül fölhívtak telefonon, hogy milyen gyógyszeremre van szükség, és mentek az orvos, illetve nem mentek el ők sem az orvoshoz, hanem telefonon bemondták a nevem, tajszámomat, és akkor így jutottam hozzá a megfelelő gyógyszer mennyiséghez. Péntektől ugyanis bárki kiválthatja ismerőse, hozzátartozója gyógyszereit a koronavírus veszélyhelyzet miatt. A gyógyszer kiadható annak, aki megmondja a beteg tajszámát és igazolja magát. A patikák az átvevők adatait elektronikusan rögzítik. Az új szabályozás az idősek mellett azoknak is nagy segítség lehet, akik karanténban vannak. A szükséges gyógyszerekhez ugyanis anélkül hozzájuthatnak, hogy elhagynák az otthonaikat. Egy adagot nyom a kezébe. Az idős otthonokban már napok óta szigorúbban figyelnek a higiéniára. Különösen felhívják a figyelmet az alapos kézmosásra, és többször fertőtlenítenek. A látogatási tilalom pedig továbbra is érvényben van. A közmédia a koronavírus veszélyhelyzet miatt úgy döntött, hogy már most vasárnaptól több misét és istentiszteletet közvetít a csatornáin. A cél, hogy azok a nézők sem maradjanak ki a közösségi vallási eseményekből, akik nem tudnak vagy nem akarnak azokon most részt venni. Vigyázzunk a szüleinkre, vigyázzunk a nagyszüleinkre, és persze vigyázzunk egymásra is. Most törődni kell a gyermekeinkkel, de vigyázni a szüleinkre és a nagyszüleinkre kell, jelentette ki Orbán Viktor pénteken a közösségi oldalán közzétett videójában. A kormányfő mindenkit arra kért, hogy figyeljen az idősekre a koronavírus járvány közepette, mert a fertőzés számukra nagyon súlyos következményekkel járhat. Ez a járvány, ez a koronavírus járvány, ez a fiatalokat nem veszélyezteti. A magam korabelieket sem. Ha megkapjuk, akkor egy átlagos influenza megpróbáltatásával kell szembenéznünk, vagyis ki fogjuk bírni. Ezzel szemben a szüleink és a nagyszüleink, az idősek komoly bajba lehetnek, illetve komoly bajba kerülhetnek. Mert ez a vírus az ő számukra nem egy szokásos influenza megpróbáltatását, hanem egy életveszélyes fertőzést jelent. A miniszterelnök azt is kérte, a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak, ha a fiatalok hétfőtől nem látogathatják az oktatási intézményeket.